Növénytelepítés, extrém sport népszerűsítő videókészítés, a cegrédi pásztorkodást bemutató kiállítás. Sok más mellett ilyen pályázatokat támogattak a bizottságok a rendelkezésükre álló keretekből. A Kulturális Oktatási és Népjóléti Bizottság, valamint a Gazdasági Bizottság már elosztotta a rendelkezésére álló összegeket. 2.250.000 forintot osztottunk szét itt most az első körben az idei évben. Hát ugye a bizottságunkhoz hűen környezetvédelmi célokat támogattunk, illetve Cegléd város nevét öregbítő, távolabbra elvívő pályázati beadványokat tudtunk támogatni. Most is figyelembe vették, hogy egy pályázó ugyanahoz a bizottsághoz egy éven belül csak egy pályázatot nyújthat be. Így igyekeznek minél többeknek lehetőséget adni. De több esetben az is probléma volt, hogy nem a megfelelő szakbizottsághoz érkezett a pályázat. Sajnos beleszaladtunk nem egy olyan pályázatba, ami nem pont a mi bizottságunknál lett volna, mert ugye azért a kulturális és a sporttevékenységre van egy másik bizottság. Tehát most sajnos volt olyan pályázati téma, amit azért nem tudtunk támogatni, mert nem jó helyre lett beadva. A következő alkalommal viszont újra lehetőség lesz a pályázat beadására, hiszen a keretek feléről döntöttek csak most.